Külön köszönöm önöknek, hogy megtisztelnek a bizalmukkal, és itt maradtak. Néhány szót mondanék így az elején magamról. Fábián Zoltán vagyok, Székelyföldön születtem, aztán kamaszkoromban az anyaországban telepettem le, és az élet úgy hozta, hogy most itt a szeretett felvidéken szolgálok, a miniszterelnökséghez tartozó nemzetpolitikai államtitkárság által megfizetett Petőfi program keretén belül. Egy hazafias műsorral, részben hazafias műsorral készültem önöknek. Az elsőt, azt az első saját zenekarom, a Székely Vér címadódalát fogom előadni Édes Magyar Föld címmel. Elsüllyed, viszi az át.
Yeah.
Să-mi
Nagyon-nagyon szépen köszönöm. A következő dalt azt Trianon centenáriumában írtam, és mikor íródott a dal, azon gondolkoztam, hogy ha itt keseredtünk már az elmúlt több mint 100 évben, hogy lehetne valami pozitív módot is végre, emelt fővel kéne előre menjünk. És azon gondolkoztam, hogy nyilván a Trianon az egy igaz magyar számára se lehet soha ünnep, azért nekünk mégis valahogy ezen fölül kell kerekedni. És gondolkoztam, hogy mi az a pozitívum, ami a magyarságot a legjobban megilleti, és rájöttem arra, hogy az pedig az, hogy az elmúlt több mint ezer évben megpróbáltak szó szerint minket kiirtani, levágták a kezünket, a lábunkat, sőt, még a fejünket is. Egy dolgot viszont elfelejtettek, hogy magok vagyunk és újjá tudunk teremni. Erről szól a következő dal, Mag. Ez egy angyal szeme, jön
Thank you.
Kreáltam rá egy sajátot, akkor szép az erdő, mikor zöld.
igen, igen, ott van a sok szép emlék is emellett, és próbáljuk meg azt erősíteni, és ha visszagondolunk, igenis szépek a mesék. Köszönöm szépen! Kedves hétvégét kívánok mindenkinek, vigyázzanak egymásra!